Érdekesen és ellenmondásosan indult, mert szüleim zenei általánosba írattak be hegedűre, és akkor én kineváltam a zenét. Kineváltam a szolfézs órákat, az összhangzattant, de azért, mert volt egy másik nagy vonzerő, a sport. Vízilabdáztam, illetve úsztam akkoriban, és az izgalmasabbnak tűnt, mint a zenei karrier. Úgyhogy negyedikes általános iskolás koromban szerintem kihisztiztem, kibalhéztam otthon, hogy engem irassanak normál tagozatra, és hagyjuk ezt a sok francos zenét, mert nem bírom, nem szeretem. És hát a szülők mit tehettek, balhézott a gyerek, engedtek, amiért aztán később, hát idézőjelben, feddőleg mondtam, és hogy milyen kár, hogy akkor engedtetek, mert akkor azért alaposabb lett volna a zenei tudásom, hiszen tinédzser korban, amikor ez általában menetrendszerűen szokott jelentkezni az embereknél, hogy előjött a gitározás utáni vágy, és hát rájöttem, hogy hát milyen népszerű tud lenni a lányok körébe az ember, hogyha gitározik, hogy milyen jó hatása van. És persze, hát akkor én is elkezdtem magam megtanulni gitározni. Aztán később főiskolás koromban kicsit palléroztam a tudásomat, akkor klasszikus gitárra is beiratkoztam, de hát maradt ez az öntevékeny tanulás. És főiskolás korunkban is volt már egy zenekarunk, ott is próbálkoztunk ezzel a létezéssel. Ez mindig nagyon vonzó volt azért, hogy egy együttesbe játszon az ember. Úgyhogy hát ezek voltak az ellentmondásos kezdetek, de ha őszinte akarok lenni, és ezt tudom magamról kisgyerekkorom óta, hogy a zene mindig nagyon érdekelt. Én nagyon szerettem volna karmester is lenni, de hát ahhoz kellett volna az, hogy folytassam a zenei tanulmányaimat. Ez természetesen nem született meg. Szerencsére színpadon eljátszhattam például egy darabban a karmesterséget is. Úgyhogy, de akárhogy is csűröm csavarom, mindig van a zenével szemben egy kielégítetlen vágyam, és mindig szeretnék többet a zenében létezni. Ennek egy megnyilvánulása szerintem most ez a lemez is, ami önálló lemezként létrejött. Tagadhatatlan zenei gyökerek azért a Neil Youngnál föllelhetők, és az ő hatása, illetve az a folk rock, amerikai folk rock hatás, amit zenében én nagyon szeretek, és sokat hallgatok, és gyűjtöm is ezeket a lemezeket. Ennek a hatása, ez szerintem kiérezhető a zenék hangulatából. Elég speciális a hangszerelés is. Egy elektromos gitár, amely a Juhász Gábor, világklasszis jazzgitáros játszik. Én magam akusztikus gitáron játszom, és a ritmus szekciót Restás Gergő képviseli. Nem egy nagy dobot kell elképzelni, az a kis kahun és különböző cintányérokkal még színesíti a ritmus szekciót. Tehát önmagában véve is ez egy elég sajátos és nem egy megszokott zenei fölállás. A témáját illetően pedig, a dalok témáit illetően pedig, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy olyan, mintha én írtam volna verseket nem tudok írni. Úgyhogy Müller Péter Sziáminak mutattam meg az ötleteimet, és ő, ismerve az életemet, a gondolataimat, nagyon jól ráérzett arra, hogy mi foglalkoztat engem. De teljesen azt kell, hogy mondjam, belőlem szólalnak meg a dalok, holott én soha egyetlen egy témaötletet nem adtam neki, hogy most én miről szeretnék beszélni. Az elkészített dalokból ő kiérezte, hogy mifelé kell, vagy milyen hangulatot lehet egy-egy dalba beletenni, illetve milyen gondolatot. Természetesen a színész létemmel is összefüggnek a darabok, illetve hát a dalok. Nagyon sok olyan szerep megemlítődik, amit vagy eljátszottam, vagy nem játszottam el, de ezen kívül az én civil életem, tehát a templomépítés is szóba kerül a dalokban. Minden, amit én valaha színházon kívül is tettem, és persze szó esik erről a sok utazásról is, ami az életem egy része, mióta Kaposváron dolgozom, illetve hát a magyar föld miatt is azért korábban is nagyon sokat kellett utaznom. A csodalépés picit szimbolikus, hogy én meg tudtam tenni ezt a lépést, hogy egy szóló lemezem legyen, aminek nagyon örülök, hogy ez létrejött. Kaposvár lesz a következő állomás február végén, aztán már van egy-két meghívásunk a nyári fesztiváloktól is. Nagyon bizakodóak vagyunk, hogy jó néhányszor ezt el tudjuk játszani. Ilyen értelemben természetesen lesz folytatás, igen.